Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Olyan szinten drágultak a használt autók, hogy sokan inkább halasztják a vásárlást. Aki pedig autót vesz, ma már a fogyasztást nézi meg elsőként. Erről is szó lesz a mai adásban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Egy éve város. Ünnep Nyírbogáton, ahol új kerékpárutat is átadtak. Árnövekedés, a használt autók piacát sem került el a drágulás. Állatvédelem, folyamatos küzdelmet vívnak Tiszarádon. Egy éve kapott városi rangot Nyírbogát. A történelmi eseményre nagyszabású ünnepséggel emlékeztek pénteken a településen. Az egyéves évfordulón Soltész Miklós államtitkár azt mondta, a folyamatos fejlesztések és a közösség összetartó ereje emelte városi rangra Nyírbogátot. Az ünnepi alkalmon új belterületi kerékpárutat avattak, és elismeréseket is átadtak. Azokat díjazták, akik sokat tettek a településért az elmúlt években. Folyamatos a forgalom Nyírbogát belterületén, nem véletlen, hiszen itt halad át a 471-es főút, amely Debrecentől Mátészalkáig tart. Mellette épült meg az új kerékpárút. Nyírbogát azon szerencsés települések egyike, aki elmondhatja magáról, hogy szinte minden irányba van egy kivezető kerékpárútja. Ugye az előző ciklusban megépítettük a külterületi kerékpárutainkat, az idei esztendőkben pedig megépítettük a belterületi kerékpárutat. Számunkra nagyon fontos a kerékpárutnak a jelenléte, a léte, mert amellett, hogy egy beruházásként megépítettük, amellett nagyon hozzájárul az embereknek, az itt élő lakosságnak és a környező települések lakosságának is a szemlélet formálásához, egészségtudatosabb magatartás kialakításához, a közösség formálásához, hiszen a kerékpárút nem csak közlekedés biztonsági szempontokat hordoz magával, hanem biztosítja azt is, hogy kisgyerektől az idősebb korosztályig elindul rajta. Van, aki kerékpárral, van, aki görkorival, van, aki csak gyalogol, és van, aki csak babakocsittal. Mi nagyon fontos beruházásnak tartjuk, és különösen fontos, hiszen mi a 471-es főútvonal mellett élünk, itt helyezkedik el a településünk, és ugye azt tudjuk, hogy itt hatalmas gépjárműforgalmat bonyolít le a főútvonal, és emellett kerékpározni életveszélyes volt. Így elmondhatjuk ma már magunkról, hogy Mária Pulcs irányába, Nyírbátor és Debrecen irányába összekötöttük a településünket kerékpárúttal. A kerékpárutat pénteken délután adták át a nagy közönségnek. A 2,5 kilométeres szakasz 595 millió forintból épült meg. Az átadó is része volt a városnapi ünnepségnek. A rendezvényt a település új tornacsarnokában tartották. Tánccal, zenével köszöntötték az egyéves évfordulót. A rendezvényen Papp Zsolt György, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára azt mondta, a térségben folyamatos a fejlődés. Jól ismerem magam is a települést, sokszor megfordultam rajta, ezért is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a lakosságnak, a városvezetőknek, akiknek szorgos, dolgos kezem munkája építette, szépítette, és egy élhető településé, várossá varázsolt a Nyírbogátot. Meg persze a választókerület összes többi települését is, képviselő ura, sokat együtt gondolkodva, dolgozva. Ezek a dicsérő szavak igazak, én azt gondolom, mind a 33 településre, sőt egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére, vagy Magyarország teljes vidékére. Ahol elkötelezetten dolgoznak a városvezetők azért, hogy megújuljanak az oktatási intézmények, az útinfrastruktúra, a játszóterek, piacok, egyházi létesítmények, és valóban, ahogy haladunk az országba, településről településre láthatjuk ennek a elkötelezett munkának az eredményét. És büszkék lehetünk, merem mondani, mint ennek a választókerületnek lakója, büszkék lehetünk arra, hogy tudunk együtt gondolkodni, hagyományokat tisztelni, értéket teremteni. Talán ezek a legfontosabb ismérvei a magyar embernek és a szabolcsiaknak. Bármennyire is nehéz időket élünk, mert az aszály olyan aszály sújtja az agráriumot, amire talán soha nem volt példa.
vagy ember emlékezet óta nem volt talán arra, hogy a szomszédunkban háború dúl. Hogy olyan energiahelyzet alakul ki, ami valóban megnehezíti mindannyiunk életét. De kell a mindennapokban egy olyan időpillanat, amikor megállunk és visszanézünk, és kiértékeljük. Ez az a nap Nyírbogáton, ami alkalmassá teszi arra, hogy kiértékeljük az elért eredményeket, és örülni tudjunk egymásnak. Ezért kívánom, hogy sok ilyen alkalom legyen Nyírbogát életében, sokszor lehessen szalagot vágni a fejlődésen, nem csak Nyírbogáton, hanem a környéken. Az ünnepségen felszólalt Soltész Miklós államtitkár is, aki hosszan sorolta azokat a fejlesztéseket, amelyeket a város az elmúlt időszakban megvalósított. Egy ember élete a fogantatástól, a szívdobbanáson keresztül, a születésen át néhány évtizeden keresztül, vagy több évtizeden keresztül tart a földi élet, majd remélhetőleg folytatjuk tovább Jóisten segítségével lélekben a továbbiakat is. Egy város élete ilyen értelemben nem mondható, vagy nem összehasonlítható az emberi élettel, de mégiscsak az a rész igen, hogy egy éves a város. És egy egyéves kisgyermek az csetlik-botlik. A város nem csetlik-botlik, és én ezt szeretném megköszönni. Talán azért is, mert az előélete az jól megalapozott volt. Városi mi volt, nem véletlenül indult el, és nem véletlenül kapta meg Nyírbogát. Ma két ünnepségen is részt vehetünk, hogyha szabad így mondani. Az egyik a mostani, másik meg egy fél órával, 3-4 órával ezelőtt kerékpárútnak az átadása. És azt kell mondanom, hogy egy kerékpárútnak az átadása, biztos fogják érteni, miért gondolok, nem egy városi huncutkodás. Nem mások bosszantására van, nem az autó- és buszforgalomnak a megbénítását szolgálja. Mindezt azért mondom, mert Budapest vezetése, másfél milliós város vezetése, főváros vezetése tanulhatna önöktől. Mondanám azt is, hogy a karácsonyi szünetben a főpolgármester urat hívják már meg. Mutassák meg neki, hogy egy város hogy épít nem csak településen belül, hanem azon túl is több 10 kilométer kerékpárutat, és az tényleg hasznos. Azt nem szórakozásból teszi. Muszáj volt mindezt elmondanom, mert az ünnepség része volt, még egyszer hangsúlyozom, mai nap része, az a fantasztikus beruházás, amely most már összeköti Nyírbogátot Nyírbátorral, Nyírgelsével, Kisléta és Máriapóccsal, sőt, ahogy hallottuk, még távolabbi településekkel is, és megvalósult most már a belső kerékpárút is. Isten áldja önöket, köszönöm szépen! Elismerést vehetett át az ünnepségen Úsz Illés, a Technológiai és Ipari Minisztérium kabinetvezetője, a Megyei Fejlesztési Ügynökség és a Kölcsey Televízió ügyvezetője is. Azt gondolom, hogy egy ilyen díj az általában egy közösségnek a háláját fejezi ki valami olyan munkáért, amit egy ember egyedül biztos, hogy nem tud elvégezni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a díj az én személyen keresztül, ugyanaz én nevem áll rajta, de az én személyemen keresztül annak a közösségnek is szól, amit én képviselek, legyen ez szó akár a megyei televízióról, vagy akár a megyei fejlesztési ügynökségről. És hát természetesen büszke vagyok arra, hogy ennek a csapatnak a tagja lehetek, és elismerték azt a munkát, amit végzünk a megyért. A térség országgyűlési képviselője, aki korábban 2001 és 2014 között polgármestere is volt a településnek, úgy fogalmazott, a kormányzat és az önkormányzat minden nap azon dolgozik, hogy könnyítsen a városlakók életén. Én a legbüszkébb arra vagyok, hogy Magyarország annyit fejlődött az elmúlt néhány év alatt, mint sohasem, és ennek részese a választókerület, a 33 település, és részese Nyírbogát is. És ezzel a fejlődéssel tudjuk szolgálni az itt élőket, tudjuk az életüket egy kicsit könnyebbé tenni, hiszen ez a politikának a lényege, hogy kedvezzünk a közösségeknek, hogy könnyebb életük legyen, és az élet megpróbáltatásain túl tudjanak lenni. Nos, hát a településünk is egy nagyon nehéz időszakot tudott magáénak a 90-es évek közepétől egy évtizeden keresztül, és utána a közös munkának meglett az eredménye.
szennyvízhálózatot építettünk, utak újultak meg, járdák épültek, megújult ez az iskola a gyerekeink nagy örömére, az óvodánk, a bölcsődénk és minden közintézményünk olyan külsőt kapott, amely véleményem szerint méltó egy kis városhoz. Nyírbogát egy éve város, a településen 3100-an élnek. Számos területen érezteti hatását az infláció és az ebből fakadó árnövekedés. Nincs ez másként a járműpiacon sem, a használt autók is egyre drágábban érhetőek el. Hogy milyen egyéb okok húzódnak meg emögött, és hogy hogyan változott mostanában a kereslet, arról Gulyás Józsefet, a Magyar Gépjárműkereskedők Országos Egyesületének alelnökét kérdezem. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Nos, egyáltalán mekkora drágulásról beszélünk? Az utóbbi egy évben átlagosan 35-40%-kal emelkedtek a használt autó árak. Ebben nyilván benne vannak egyes modelleknek akár 50-60%-os emelkedése, és meg a 20-30%-os is. Minden kategóriában és minden évjárban minden típusnak emelkedett az ára. Az átlag körülbelül az a 35-40%. Jellemzően mik azok a típusok, vagy mitől függ, hogy akár 50%-kal is többe kerül, vagy mi az, aminek mérsékeltebben emelkedett az ára? Igen, elsősorban a fiatal, kevés kilométert futott, 3-4-5 éves korig terjedő gépkocsiknak az ára emelkedett legjobban. Ez főleg annak tudható be, hogy az új autó értékesítésben szállítási és gyártási kapacitási gondok vannak. Bizonyos modellekre akár 2-2,5 évet is várni kell, ezért akik új autót szeretnének vásárolni, nagyon sokan használt kocsit próbálnak vásárolni. Ennek viszont azért nyilván ennek is korlátja van, és ezért az árak itt nagyon-nagyon felmentek. Nem ritka az, hogy 4-5 éves kocsik még az akkori eredeti újárukon tudnak elkelni. Tehát itt a fiatal kocsiknál a legnagyobb mértékű. Már ahogy haladunk a idősödnek a kocsik, egyre kisebb az áremelkedés üteme, de a 10-12 éves kocsiknak is emelkedett az ára, jellemzően 20-25%-kal. Modellek tekintetében a legjelentősebb áremelkedés a elektromos, illetve a hibrid típusú gépkocsik esetében tapasztalható. Itt az 50%-ot is elérheti az átlagos áremelkedés üteme. Itt a fenntartási költség az, ami mérvadó? Vagy mennyire jellemző a környezetbarát szemlélet? Vagy inkább a cégautó adókamentesség az, igen, ami a szempont? Tehát azt mondom, hogy is. Egyszerre jelentkezett egy hatás, július 1-ével megemelkedtek a cégautó adók mértékei. Tehát egy középkategóriás autónak ma már 41 ezer forint a cégautó adója, és addig az elektromos kocsikra, az öldrendszámos kocsikra még mindig 0 forint. Plusz, ugye bár a kedvezményes benzin és dízel árakat a cégautóknál már nem lehet érvényesíteni, tehát ezek mind azt okozzák, hogy nagyon sokan cégautóként szeretnének öldrendszámos gépkocsit vásárolni, de borzasztó szűk a kínálat, tehát évi átonként 3-4 eladó típus van típusonként, tehát ez gyakorlatilag nem nagyon szeretnek megválni, és hát nincs, tehát egyszerűen itt kínálati problémák vannak. Az új autóknál itt is sokat kell várni, tehát egy új elektromos gépkocsit minimum egy év alatt szállítanak le, az a legalacsonyabb érték. Az utóbbi években meg lehetett figyelni, hogy kevésbé keresték az emberek a dízel üzemű autókat. Most mi a helyzet? Ez egy picit most megfordult. Gyakorlatilag a dízel árak visszakúztak oda, ami ugyanazon modell benzines gépkocsik esetében vannak. Tehát ez az utóbbi 6-8 év fejleménye volt, hogy a dízel autókra egyre kisebb volt a kereslet. És hát el is hintették, hogy ezt ki fogják vonni a forgalomból. Igen, igen. Nyugat-európai városokból már a közeljövőben, tehát azért itt volt egy ilyen aggodalom, hogy eladhatatlanná válnak ezek az autók. Igen, volt egy ilyen tendencia, és az árak a benzinesek irányába jelentősen eltértek. Most azt látjuk az utóbbi más fél évben, hogy a dízel autó árak ugyanaz,
olyan szinten stabilizáltak, mint a benzinesek. Hát nyilván itt valószínűleg a kínálat szűkössége, tehát benzines modellek sokkal kisebb darabszámba lehetőek fel. Illetve beérik a dízellel, beérik csak a dízel, igen, illetve a fogyasztás. A dízelautóknak azért jóval alacsonyabb a fogyasztásuk, magas üzemanyag márak mellett azért megfontolandó a dízelek üzemeltetése. Jellemző a vásárlásnál, hogy első szemponttá ugrott a fenntartási költség, vagy az, hogy mennyit fogyaszt egy autó? Én azt gondolom, hogy igen. Minél többet megy valaki, tehát éves szinten, hogyha 15.000-20.000 kilométer futása van, akkor már nagyon-nagyon meg kell nézni, hogy mi az átlagos fogyasztás. És egy dízelautónak azért jellemzően 40-45%-a kisebb a átlagos fogyasztása, mint az olyan típusú benzinesé. Beszéltünk arról, hogy az új autóknak a beszállítása az erősen akadozik. Mi a helyzet a használt autók importálásával? Tehát a pandémia óta egy 10-15%-os visszaesés van a használt autóimport tekintetében. Ez most stabilizálódott, tehát éves szinten egy 140-145 ezer darab használt gépkocsi fog bejönni. Ez szűkösen kielégíti a magyarországi keresletet. Ha nem lenne, akkor valószínűleg még magasabb árak alakulnának ki. A magas árak kettős hatásnak tulajdoníthatóak. Egyrészt az európai használt autóárak is jelentősen emelkedtek, másrészt a forint-euró árfolyam körülbelül 15-20%-os romlása is hozzájárult ehhez az előbb említett jelentős árnövekedéshez. Mennyire eladható egy öreg autó? Hát olcsón eladható. Az öreg autót azt mondom, hogy 15 éven túli kocsik esetében mondhatjuk azt, hogy az már öreg. Persze itt nagyon sok függ attól is, hogy mennyi kilométert futott, milyen gazdája volt. Tehát nem ritka az, hogy egy nagyon idős kocsi is nagyon jó állapotban tud lenni, hogyha az nagyon jó kezekben volt, meg ha keveset mentek vele. Tehát egy 15-20 éves kocsiban, hogyha csak 60-70 ezer kilométer van, az még akár olyan jó minőségű lehet, mint egy 4-5 éves. Azért ez ritka, mint a fehér. Ez nagyon ritka. Ezek elég könnyen adhatóak, amelyek keveset futottak, és megkíméltek, nem rozsdásak, tehát ezek könnyen adhatók. Amik már nagyon-nagyon használatosak, kevés műszaki vizsgára rendelkeznek, azért azokat nem könnyű eladni. Tehát azok jelentős költség ráfolytása tehetőek csak újra olyan ápotóvá, ami aztán a műszaki vizsgán is megállja helyét. Mennyi az a minimális összeg, ami a zsebünkben kell legyen ahhoz, hogy egy használható autót vegyünk? Mi a legkevesebb? Én azt gondolom, hogy 1,5 millió forint minimum kell ahhoz, hogy, és még akkor is körültekintően kell eljárni, hogy megbízható, normális, üzemképes használt gépkocsit vegyünk. Tehát egy millió alatt nagyon-nagyon ritka esetben van az, hogy még olyan kocsit tudunk venni, amire nem kell költeni. A 1,5 milliósra is biztos, hogy költeni kell, de abból azért ki lehet fogni már olyat, ami azért egy-két évig költségmentesen tudja szolgálni. Ez mennyivel magasabb ez az összeg, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt? Azt kell, hogy mondjam, hogy azért 2 évvel ezelőtt is oda kellett figyelni, talán akkor könnyebb volt, és nagyobb volt a kínálat. Tehát most azzal változott, hogy szűkebb a problémamentes, jó minőségű használt autó kínálat. Mi az, amire számítani lehet a közeljövőben? Lesz további drágulás, vagy várható, hogy ez stagnálni fog ez a piac, legalábbis árak tekintetében? Mi úgy látjuk, hogy az árak nem tudnak csökkenni, hiszen a kínálat szűkösség az továbbá is fennáll, és ha az euró árfolyam is ilyen, ez a 400 forint körül stabilizálódik, akkor sajnos nincs nagy tere az ár csökkenésnek. Valószínűleg ez az árrobbanás, ez nem fog megismétlődni, vagy nem tud tovább menni. Az árak nagymértékű emelkedése, kismértékű emelkedésre számítunk. Gulyás József, köszönjük szépen, hogy mindezekről beszámolt nekünk. És köszönöm szépen.
Kidobott, bántalmazott gyepmesteri telepeken altatás előtt álló kutyákat ment a PCAS Állatmentő Egyesület. A kis létszámmal működő szervezet Tiszarádon tart fenn menhelyet, ahol jelenleg közel 50 kutyáról gondoskodnak. Az állatok tartásának, etetésének, mentésének költsége emberfeletti feladatokat ró az egyesületre. A szervezet alapítója szerint az állattartásra vonatkozó szabályozás szigorítására van szükség. Lidó, akinek csúnya lábtörése volt, Szid, akit a gazdái el akartak altattatni, mert nem volt pénzük műtétjére, Gerta, akit majdnem halálra rugdosott egy csapat gyerek, Perla, aki ilyen állapotban került egy gyepmesteri telepre. A szívszorító sorsokban egy közös pont van. Mindannyiuknak a PCAS Állatmentő Egyesület adott új életet. Jelenlegi otthonuk Tiszarád utolsó utáni utcájában a Pocahontas állatotthon. Itt néhány kivételtől eltekintve külön mobil kennelekben kaptak menedéket és élelmet a kutyák. Ez a kifutó nem csak a rehabilitációjuk fontos része, a szakembereket az állatok megismerésében is segíti. Az itt élő közel 50 kutya közül azonban csak néhányan kerülhetnek családba. A hosszú tartós kapcsolat titka az, hogy minél jobban karakterizáljuk a kutyáinkat, és minél tökéletesebb családot tudjunk nekik találni, ahol valóban be tudnak illeszkedni, nem zavarják egymás személyiségét, életvitelét, és azonos szinten vannak fizikailag aktivitásban, mint a család. A Pocahontas állatotthonba nem sokan járnak. Betty munkája főként a terepen zajlik, vagy a monitor előtt. Önkormányzatokkal, rendőrséggel, névtelen bejelentőkkel, jogásszal, adományozókkal egyeztet a mentés mellett. A működtetéshez, élelmezéshez, bővítéshez szükséges forrásokat is próbálja előteremteni. Az állatokról kolléganője gondoskodik, és önkéntesekben sem dúskálnak. Az etetés mellett jut idő némi játékra. A PCAS több mint 20 éves szervezet, 12 éve pedig a gyepmesteri telepek rendszerének átalakítása lett az egyik legfőbb céljuk. Nekik is köszönhető, hogy számos telepen érdemi változás történt. Az elmúlt 12 év alatt itt a keleti ország részben nagyon sok olyan gyepmesteri telep van, ahol sikerült olyan profi csapatot kitanítani és leválasztani, akik már önálló lábra állva saját szervezetként már átvették a gyepmesteri telep működtetését, vagy már az övéké ez a rendszer, tehát állatvédelmileg dolgoznak, és említek is néhányat, például a Hajdunánás, a Hála a Hajdunánási Állatvédő Alapítvány, ők kimondottan erre tették fel magukat, hogy a hajdunánási gyepmesteri telepen segítsenek. Én kivonultam teljesen a mentésből, tehát mi, mint PCAS háttérbe szalultunk, persze mindig ott maradtunk a háttérben, ha segíteni kellett. Hajdúböszörményben nagyon-nagyon nagy eredményeket ért el most már a Pacsi Állatotthon Alapítvány, ott ők üzemeltetik, teljesen átvették az önkormányzattól a telepnek az üzemeltetését, velük is sokáig együtt dolgoztunk. Nagyon kemény harc volt, nagyon hosszú munka volt, de sikerült, és megérte kitartani, és én gratulálok minden szervezetnek. Annyit harcoltunk, hogy ez megváltozzon. És valahogy annyira büszke vagyok rájuk is, meg magunkra is, hogy kibírtuk, végigcsináltuk, hogy kitartottunk, és egy csapatként küzdöttünk, és nem hagytuk annyiban, és most már annyi élet kapott új esélyt, meg annyi élet menekül a haláltól, hogy ez annyira csodálatos érzés, hogy ezt nem lehet mással kiváltani. Tehát az, hogy valakinek úgy lehet életet adni, hogy nem magunkból szüljük ki, de mégis kap egy jövőt, egy esélyt, egy reményt, ettől nincs csodálatosabb dolog az életben. Itt most már egyre több állatvédő szervezet van jelen a gyepmesteri telep intézményrendszerében, és abban a szemléletben úgy folytatják a tevékenységüket lokálisan, meg egy pici külterületet bevonva, vagy egy-két más települést, hogy ők állatvédelmek. Tehát nincs gyilkolás, altatás, kínzások, éheztetés, hanem állatvédőkhöz hűen és méltóan ivartalanítás van, az állatok ellátása, élelmezése, szívféreg szűrés, tehát gyógyítás és gazdásítás, családba helyezés. Az állatvédő szervezetek összefogásának köszönhető az új kóborállatrendelet, amely idén január 1-én lépett hatályba.
Ez számos pontban szabályozza az ebrendészeti telepek működését. Felemelkedett 45 napra a 14 napos tartási kötelezettség, ami az eddigi törvényi előírásokban úgy nézett ki, hogy a közterületről elszállított kóborállat, ha bekerült egy ilyen ebrendészeti vagy gyepmesteri telepre, akkor 14 napig kötelező karanténban volt. Ez igazából állategészségügyileg volt fontos, hogy az állat nem veszettség vírussal fertőzött, volt-e harapásos eset, tehát ez egy nagyon-nagyon veszélyes terület, ezt nagyon szigorúan kellett volna venni nagyon sok mindenkinek, és nagyon sokan visszaéltek ezzel, és nagyon sok olyan cég és begyűjtő van, akik a mai napig is teljesen törvénytelenül kezelik ezeket a beszállításokat, meg időpontokat, és hamarabb eltűnnek állatok, vagy leölésre kerülnek, mint ahogy ez az idő lejárt volna. Ugye ennek nagyon nagy rizikója van, mert egy gyereket, bárkit, az adott kutya megharapatott, azt sose tudják előre, hogy adott területről az adott kutya falka, vagy csoport, akit begyűjtenek, vagy egyed, az éppen milyen betegséggel rendelkezik. Nekem van egy nagyon jó csapatom. Ők így virtuálisan vannak jelen igazából, vizualizálni nem tudom őket itt most magam körül, de nagyon jó csapat, és nagyon jó profi szakemberekkel vagyok körülvéve, és azért nagyon hálás vagyok nekik is, mert nélkülük nem tudtuk volna ezt csinálni, és nem tudnám ezt csinálni. Tehát van, aki telefonál, van, aki... Tehát mindenkinek megvan a feladata, hogy ki milyen szerepet tölt be, ki kivel tárgyal, és mikor jövök mondjuk én. Tehát én általában a fizikális mentésben szoktam leginkább részt venni. Nekem segítség van abban, hogy megírják nekünk az e-maileket, és nyilván én küldöm el, tehát mi vállaljuk, mi küldjük, de megfogalmazzák, van, aki telefonálást tud intézni edzőkkel, polgármesterekkel, mikor szükséges beavatkozni. Nagyon bonyolult és komplikált egyébként ez a tevékenység, mert ilyen robotizáltan működtetjük ezt a rendszert, mert ugye ez évek óta így működik, és tudjuk, hogy mikor, mit kell lépnünk, hogy hova kell telefonálnunk, kinek kell szólnunk, mit kell küldenünk, mit kell mondanunk. Vannak könnyebb, meg nehezebb esetek, de igyekszünk jelen lenni, és igyekszünk úgy jelen lenni, az első lépés mindig az, mert sokszor csodákat szoktak várni az emberek. Na de a világot se egy nap alatt teremtették, szokták volt mondani, úgyhogy mi általában már megtanultuk azt, hogy a lépések hogy követik egymást, és nekünk az első legfontosabb, hogy bejussunk egy telepre. Amikor már bent vagyunk fél lábbal, akkor már bent leszünk két lábbal, és ha már bent leszünk két lábbal, akkor onnan nem fogunk tágítani. Hát, akkor ott legyökerezünk, és addig próbáljuk meg segítséget adni és változtatni. Hogyha van egy fogékony közeg, van egy olyan képviselő, vagy egy olyan telepvezető, vagy bármi, aki ezt, akinek tudunk hatást gyakorolni, akire tudunk hatást gyakorolni, aki hajlandó együttműködni velünk, onnantól kezdve mindenkinek nyert ügye van. Tehát nem csak mi nyerünk, vagy nem csak az állatok nyernek, hanem az is, aki üzemelteti a telepet, mert a segítségünkkel meg fog felelni a törvény előírásoknak. A szakember szerint tovább nehezíti mindennapos küzdelmüket, hogy Szabolcs-Szatmár-Berekben sok a mély szegény terület, melyek ontják magukból a sérült, ivartalanított állatokat. Ők is az állatotthon előtt strázsálnak naphosszat. Itt kapnak jó szót és élelmet. A kelet-magyarországi régió, értem ez alatt Szabolcs-Szatmár-Berek megyét, Hajdú-Bihar megyét és Borsod megyét, és még Nógrád, de most inkább ezt a hármat mondanám, mert mind a háromban jelen vagyunk, dolgozunk. Korábban Borsodból is nagyon sok mentésünk volt, most már inkább csak Szabolcs-Szatmár-Berek megye és Hajdú-Bihar megye. Igazából a többi állatvédő szervezetnek, akik nyugaton vannak, meg Dunántúlon vagy Pest környékén, az ő visszajelzéseikből tudom azt megítélni, hogy mi mennyivel vagyunk terheltebbek, mint esetleg a nyugati állatvédők. Annyiban más a helyzet, hogy ott talán a mély szegénység, tehát én azt vettem észre, hogy együtt jár a két dolog sajnos, ahol nagyon sok a szegregátum, nagyon sok a mély szegény, ott nagyon sok a probléma, az állatvédelmi probléma, rengeteg kutya születik meg, rengeteg van utcán, és egyszerűen nem lehet rájuk a törvénnyel sem hatást gyakorolni, tehát nem tartják be a törvényt. Bármilyen, nincs rájuk hatással a jog, nincs rájuk hatással az önkormányzat, a jegyző, a rendőrség, tehát ilyen kívülállóként, törvényen kívülként kezelik magukat, és ebben nagyon nehéz belenyúlni, ezt nagyon nehéz visszanyomni, visszaszorítani. Ott nem beszélhetünk állatvédelmi nevelésről. Meg ilyen szempontú integrációról nem tudunk beszélni. Az állatmentőknek a felelős állattartással kapcsolatos érzékenyítésre már nem jut idejük. Céljuk azonban az is, hogy a mély szegénységben élőket, az önkormányzatokat, a különböző döntéshozó szerveket tájékoztassák az állatvédelem jogi hátteréről,
annak ellentmondásairól. Gyűjtjük az adatokat, járunk ki szegregátumokba, mély szegény területekre, folyamatosan próbáljuk az állatoknak az életszínvonalát ugye emelni, oktatjuk ott helyben, próbáljuk magyarázni a törvényi hátteret, jogszabályokat, közben lobbizunk kormányzatoknál azért, hogy állatvédelmi szempontokból kezdjék el a településen az önkormányzatok az állatvédelmi ügyeket kezelni, az állattartási ügyeket kezelni. Van hozzá egy nagyon jó jogi segítségünk, egy állatvédelmi jogászunk, akivel folyamatosan dolgozunk együtt, a jegyzőket felvilágosítjuk, adunk nekik információt. Pont most készült el az információs anyagunk, egy kiadvány, ami most lesz kipostázva minden Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzatnak, meg valószínű Hajdú-Bihar megyében is, illetve adunk, most készül már a weboldal hozzá. Úgyhogy megpróbálunk egy teljesen átfogó állatvédelmi segítséget nyújtani ott is, ahol nem tudunk fizikálisan jelen lenni, mert nincs elég emberünk. Az állatmentők küzdelme sokszor kilátástalannak tűnik, amelyet a drasztikusan emelkedő üzemanyag és energiaköltségek is tetéznek. Havi szinten azt kell mondjam, 1 millió. Hogyha nagyon sok a mentésünk, akkor a 2 millió forintot is elérje a költség, amit... Tehát nagyon sok operáció 300-400 ezer forintba kerül a csonttörés. Tehát most sose tudjuk, hogy a balesetest, akit összeszedünk, milyen problémája van. És most is volt 3 balesetesünk, 1 millió forint volt a 3-nak a költsége, és ezt nem tudjuk előre kiszámítani. Úgyhogy ezekre muszáj felkészülni. És támogatóink nélkül egyébként nem tudnánk megoldani. Az adó 1%-ot tartalékoljuk a működésre, mivel egy bizonyos állományszámot megpróbálunk nem túllépni, de nincsenek szigorú korlátaink. És annak a bizonyos mennyiségű állatnak folyamatosan felelősek vagyunk az ellátásért, az orvosi vizsgálatokért. Tehát ennek az összegnek adó 1%-tól adó 1% időszakig rendelkezésre kell állni. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezünk új adással. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!